Folyamatos ellátás az új PV Point komforttal. Ez a mai webináriumunk címe, amelynek keretein belül megvizsgáljuk a Fronius alapvészáram lehetőségének, a PV Pointnak legújabb fejlesztés lehetőségeit. Üdvözlök minden kedves részvőt a mai webináriumunkban, én Variska Tamás vagyok a Fronius Magyarországi Tech Supportjától, és itt van velünk Mundt Gergely kollégám is, műszaki tanácsadó, aki a chatet fogja kezelni. Remélem mindenki tisztán lát és tisztán hall engem, szeretném, hogyha ezt egy kézfeltartással jeleznék. Már érkeznek is a kezek, köszönöm szépen! Mielőtt elkezdenénk a webináriumot, az előadás során felmerülő kérdéseket nyugodtan tegyék fel chatben vagy a kérdések szekcióban. Ezeket az előadás alatt Gergely kollégám fogja megválaszolni, míg a mindenki számára fontos és közérdekű kérdéseket az előadás végén a mikrofonba fogjuk megválaszolni. Nézzük is meg, hogy miről is lesz szó a mai napon. Első lépésként a backup megoldásokat fogjuk áttekinteni a Fronius geoszonés inverterekkel röviden, majd pedig ezt követően a PV Pointot, az alap backup ellátást fogjuk áttekinteni és megismerni, és végül, de nem utolsó sorban pedig az új PV Point komforttal fogunk megismerkedni. Vágjunk is bele akkor a webináriumba, és ismerkedjünk meg a Fronius által biztosított backup megoldásokkal. Miért is beszélünk erről a témakörről? A napelemes rendszerek terjedésével, illetve a hibrid inverterek térnyerésével egyre több fogyasztó számára válik érdekessé az az opció, hogy áramszünet esetén is el tudják magukat látni villamos energiával. Sokak számára mind a mai napig meglepő tény az, hogy áramszünet esetén alapesetben az inverterek nem fognak tovább üzemelni, hanem az előírásoknak megfelelően leállítják a termelésüket. Ez természetesen normális viselkedés, és biztosítja az áramszünet esetén az oszlopon dolgozó, hibát elhárító kolléga biztonságát. Természetesen már vannak megoldások arra az esetre, hogyha az ügyfél áramszünet esetén is szeretné ellátni saját fogyasztását a tetőre telepített napelemes rendszerrel, azonban erre nem mindegyik inverter képes, és a legtöbb esetben egy akkumulátor is szükséges a rendszerhez, ami további befektetést igényel az ügyféltől. Mi most azt fogjuk megvizsgálni, hogy a Fronius milyen megoldásokat tud biztosítani erre az igényre. Ahhoz azonban, hogy megismerhessük a vészáram megoldásokat, először is ismerkedjük meg azokkal a készülékekkel, amelyek segítségével elérhetővé válik számunkra ez a funkció. Jelen pillanatban a Fronius termékportfóliójában a GEN24-es inverter család képes az ügyfelek számára vészáram ellátást biztosítani. A GEN24-es egy egyedülállóan sokoldalú inverter, amely jelenleg két verzióban elérhető. Ott van a Fronius GEN24, amely bár hardveresen egy hibrid inverter, azonban szoftveresen egy string inverter képességeivel rendelkezik, ezáltal nem tud akkumulátorral együttműködni, és nem tud teljes full backup funkcióval ellátni bennünket. Ebből adódóan alacsonyabb árfekvésű, mint hibrid társa, a GEN24 Plus inverter, amely egy teljes értékű hibrid inverter, akkumulátor csatlakozási lehetőséggel és full backup, vagyis teljes háromfázisú vészáram funkcióval. A termék egyik legnagyobb különlegessége, hosszú távú előnye, hogy a GEN24-es inverterből egy szoftveres felokosítást követően GEN24 Plus-t lehet csinálni, ezáltal az ügyfél később is dönthet úgy, hogy nem hibrid inverterét egy hibrid inverterre cseréli, anélkül, hogy másik készüléket kellene vásárolni. Ami viszont közös a két készülékben, az az, hogy az akkukezeléstől és a full backup képességtől eltekintve az összes többi szabványos funkcióval rendelkeznek, ezek egyike pedig nem más, mint maga a PV Point. Természetesen, ha hibrid invertert választunk, akkor az akkumulátoros tárolás is kritikus pont. A Fronius azonban ebben a tekintetben is kiemelkedő, ugyanis a BYD akkumulátorával közös megoldásunk immár 5. éve ér el dobogós helyezést a Berlini Műszaki Egyetem évek óta megrendezett energiatárolás vizsgálatán, ahol a rendszereket számtalan szempont szerint vizsgálják és tesztelik. A Fronius és a BYD párosítás esetén biztos lehet abban az ügyfél, hogy olyan rendszert választ, amely nem csak rendkívül hatékony, de biztonságosan is fog működni hosszú távon. Amennyiben valaki GEN24 Plus hibrid inverter és akkumulátoros tároló mellett teszi le a voksát, akkor megnyílik számára a lehetőség a teljes háromfázisú vészáramellátás képítésére is. Ehhez természetesen szükséges hálózati leválasztó szekrény és szolgáltatói engedély is. Ennek a megoldásnak köszönhetően rendelkezésre álló teljesítmény függvényében az inverter teljes névleges teljesítménye rendelkezésre áll az ügyfél számára,
akár a nap 24 órájában. Fontos kiemelni, hogy ez a teljes vészáram funkció a Simo Geon 24 6 10 plusz, illetve a Primo Geon 24 3 6 plusz invertereknél elérhető. Sokan viszont arra vágynak, hogy azoknak az alapfogyasztóknak, amiket ők a legfontosabbnak minősítenek, legyen az a hűtő, keringető szivattyú, világítás, adott esetben a klíma, tudjanak áramszünet esetén is egy alapvető ellátást biztosítani a napelemes rendszerük által, akkumulátor és más nagy költség igényű beruházások nélkül, akár egy nem hibrid inverterrel. Számukra van egy egyszerű és kisköltségvetéssel telepíthető megoldás, amely el tudja látni az alapvető igényeket. Ez nem más, mint a PV Point. A PV Point egy alapellátás, amely integrálva van minden Geon 24-es inverterben, legyen az Geon 24-es vagy Geon 24 pluszos inverter. Nagyon fontos, hogy ő egy külön kimenet az inverteren belül, amely csak is és kizárólag áramszünet esetén kerül automatikusan ellátásra. Van egy maximum elérhető teljesítmény, amit le tud adni a PV Point, ez ugye egy fázison 3 kW, ezt mindig a rendelkezésre álló teljesítmény függvényében szükséges értelmezni. Másik nagyon fontos képessége, amivel egyszerűsíti a használatot, hogy nincs szükség hálózati leválasztásra, mivel egy külön kimenet az inverteren, ezáltal nem fog visszatáplálni a hálózatra. Akkumulátor nem szükséges hozzá, de hozzá kapcsolható opcionálisan abban az esetben, hogyha az ügyfélnek erre igénye van. Egy egyszerűen kivitelezhető univerzális megoldás az alapfogyasztók áramszünet esetén történő ellátására, akár egy nem hibrid inverterrel is. A kivitelezésnél mindenképp szükséges emlékeznünk arra, hogy áramvédő kapcsolót kötelező telepíteni a PV Point kimenetére. Nézzük is meg ezen a kis ábrán, hogy hogyan működik a PV Point. Áramszünet esetén ugye a normál fogyasztók, illetve a hálózatunk eltűnik, és ami marad nekünk, az a képen látható napelemes rendszer, illetve a hozzá kapcsolt inverter. Az akkumulátort senkit ne tévesszen meg, ő itt most csak opcionális elemként van benne. Amint elindul a PV Point, ugye az áramszünet után, a napelemes termelésből el tudjuk látni a PV Pointnak az energiaigényét egy fázison 3 kW-ig. Amennyiben van akkumulátor csatolva a rendszerhez, abban az esetben az akkumulátorba a 3 kW fölötti megtermelt többlet termelést el tudjuk tárolni, majd pedig szükség esetén akár éjszaka is el tudjuk az akkumulátorral látni a PV Pointot, és ezáltal tudunk gondoskodni arról, hogy a PV Pointról ellátandó fogyasztóink folyamatos ellátást kapjanak, mind a G24-nél, mind pedig a G24 plusznál. Hogyan kell bekapcsolni magát a PV Point funkciót az inverternek a webinterfész felületén? Pár lépésben most ezt fogjuk bemutatni. Ugye első lépésként csatlakozunk az inverternek a webinterfész felületére. Ezt megtehetjük a Wi-Fi hozzáférési pont aktiválása után, akár IP címen keresztül, akár a SolarStart applikációval. Fontos, hogyha a SolarStart applikációt választjuk, az applikációból ne a telepítésre menjünk rá, hanem a webinterfész gombra, ugyanis akkor fog minket az inverternek a webinterfész felületére vinni maga az applikáció. Miután elértük a webinterfészt, be kell jelentkeznünk technikusi felhasználóval, ez a technician felhasználóval, és miután megadtuk a jelszót, lehetőségünk van a készülék konfiguráció menüt megnyitni. Ezen belül is a funkciók és IO-k almenüt, hogy itt tudjuk különböző funkciókat beállítani, és ezen belül pedig aktiválnunk kell a backup üzemmódot a kis csúszkának a csúsztatásával, majd pedig lenyitnunk ezt a menüt, és ki kell választanunk azt a vészáram üzemmódot, amelyet szeretnénk használni, ez esetünkben a PV Point. Nagyon fontos, hogy miután elvégeztük a konfigurációt, és beállítottuk a PV Pointot aktívra, az oldal alján található mentés gombra kattintva elmentsük a beállítást, és innentől kezdve, miután ezeket a lépéseket elvégeztük, a PV Point aktív lesz. Most, hogy megismerkedtünk a PV Point-tal, nézzük meg a funkció továbbfejlesztési lehetőségét, ami nem más, mint a PV Point Comfort, amelyel a PV Point által biztosított lehetőséget egy újabb kényelmi szintre tudjuk emelni. Nézzük át a legfontosabb tudnivalókat röviden a PV Point Comfortról. Folyamatosan ellátott, nincs szükség áramszünet esetén a fogyasztók átcsatlakoztatására, akár egy teljes áramkört is ráköthetünk.
Nagyon fontos, hogy csak utólagosan beépíthető, tehát gyárilag nem rendelhető ezzel a funkcióval a Gen 24, azonban bármelyik Gen 24-es inverterbe van lehetőség beépíteni ezt a bővítőkártyát. Megtartva a PV Point alapképességét, akkumulátor továbbra sem szükséges, de opcionálisan csatlakoztatható, illetve van még egy szükséges komponens a telepítéshez pluszban, ez pedig egy áramvédő kapcsoló, illetve egy kis megszakító. Telepítéshez szükséges komponensek vizuálisan is, egy Gen24-es inverter, akár Gen24, akár Gen24 plusz, ugye maga az utólagosan beépíthető PV Point komfort kártya, egy áramvédő kapcsoló és egy kis megszakító. Ez utóbbira az miatt van szükség, mivel a kimenet folyamatosan ellátásra kerül, és ezzel hatékonyan tudjuk védeni a túlterhelés ellen. Tekintsük át a különbségeket és az előnyöket a PV Point, illetve a PV Point komfort között. Különbségek egyértelműen kiolvashatóak a táblázatból. Az egyik legnagyobb újítás a PV Point komfortnál a folyamatos ellátottság, ami lehetővé teszi teljes fogyasztói körök rákötését a PV Point komfort kimenetre, mivel mind áramszünet esetén, mind pedig hálózati üzemállapotban ellátásra kerülnek az általunk kiválasztott fogyasztók. A kimeneti teljesítmény továbbra sem változott, ez továbbra is egyfázisan 3 kW, az elérhető teljesítmény függvényében természetesen, áramszünet esetén, illetve rövidebb ideig nagyobb teljesítményt is le tudunk adni a kimeneten, ezzel biztosítva a nagy indulási árammal rendelkező fogyasztók indíthatóságát, hogy ez a Simo Gen24-nél egy 4,7 kW, a Simo Gen24-nél pedig egy 4,1 kW-os teljesítményt jelent, amelyet 5 másodpercig tud leadni ez a kimenet. Folyamatos ellátottságnak köszönhetően immár az ügyfélnek nem kell manuálisan átdugni a fogyasztókat egyik ajzatból a másikba, az átállás automatikusan megtörténik, köszönhetően a PV Point komfortnak. Az átállás a hálózati ellátás és a PV Point ellátás között természetesen így sem szünetmentes. A biztonságos átálláshoz itt is szükséges egy olyan maximum 20 másodperc, azonban a fogyasztók ellátása ezután is folytatódni fog. Továbbá, mivel a telepítést magában az inverterben végezzük, nincs szükség arra, hogy plusz külső dobozt építsünk ki, plusz költségért, illetve hogy azt a dobozt valahova el kelljen helyeznünk. Merüljünk el egy picit a műszaki részletekben. Képen látható módon kerül a kártya telepítésre, az inverter AC oldali bekötési terébe, közvetlen az AC oldali csatlakozók mögé. A csavarhelyek már előre kialakításra kerültek mindegyik inverterben, ezáltal nincs szükség plusz átalakításra, fúrásra, faragásra az inverter házában. A bekötés is rendkívül egyszerű, az L1-es fázist és a nullát a hálózat felül a kártyába kötjük bele, és onnan csatlakozunk tovább az inverterbe. Ezen túl pedig a PV pointot is közvetlenül tudjuk a kártyára kötni. Fázis és nulla tekintetében a PE pedig az inverterben található PE terminálról kerül bekötésre PV point csatlakozójába. A PV pointtal ellentétben a PV point komforthoz már nem elegendő egy áramvédő kapcsolót telepíteni, szükséges egy kis megszakító is a folyamatos ellátás miatt. Amennyiben a vészáramüzemmódban a kimenet túlterhelődik, az inverter alapbeállítás szerint háromszor próbálja meg gyors egymás utánban újra biztosítani a kimenet ellátását. Amennyiben a túlterhelés továbbra is fennáll, abban az esetben az inverter 20 percenként fogja ellenőrizni és újra megpróbálni elindítani az ellátást. Hálózati üzemmel párhuzamos működés esetén PV Point Comfort egészen 16 amperes teljesítményt is le tud adni, tehát folyamatosan el tudja látni a fogyasztókat eddig a 16 amperig. Az általunk ajánlott maximum azonban továbbra is csak 13 ampernyi terhelés rákötése és tervezése is, mivel vészáramüzemmódban a 13 amperes teljesítmény limit érvényes. Attól sem kell félni, hogy a fogyasztók ellátása esetén az inverter meghibásodása esetleg további problémát szülne, hiszen ebben az esetben a fogyasztók is továbbra is ellátásra kerülnek. Mivel normál hálózatüzemben az L1-es fázis áthidalásra kerül, ezért a hálózat felől a fogyasztók akkor is ellátásra fognak kerülni, amennyiben az inverter bármilyen műszaki okból esetleg meghibásodik vagy nem termel. Biztosak lehetünk minden esetben abban, hogy a kritikus fogyasztóinkat folyamatos ellátást a kritikus fogyasztóink folyamatos ellátását
tudjuk biztosítani, és ezáltal PV Point Comfort jó választás lehet minden olyan felhasználónak, aki Gamsoni és invertert szeretne, és szeretne az inverterével egy alap vészáram megoldást is biztosítani önmaga, illetve a fogyasztói számára. Ezzel el is érkeztünk a webináriumunk végéhez. Aki még esetleg nem iratkozott volna fel hírlevelünkre, az meg tudja tenni a baloldali QR kód segítségével, ezáltal minden fontos információról és eseményről tájékozódhat. Képzéseink és webináriumaink elérhetőek a jobb oldali QR kódon, és jó szívet tudom javasolni mindenkinek. Minden hónapban tartunk személyes képzéseket, illetve most az elkövetkezendő hetekben folyamatosan érkezünk új webináriumokkal is, legközelebb pontosan egy hét múlva. Mindenkit várok sok szeretettel ott is, és reméljük, hogy az összes felmerülő kérdésre választ kaptak. Amennyiben további kérdések merültek volna föl, akkor azt most a mikrofonban is meg tudjuk válaszolni. Ezt gyorsan ellenőrizni is fogom. Igen, érkezett a kérdés. Azzal kapcsolatosan a PV pointot lehet-e akkumulátorra használni? Itt ez egy nagyon fontos kérdéskör. Lehet használni akkumulátor nélkül, illetve lehet használni akkumulátorral is ezt a rendszert. Úgyhogy ha valaki egy Gen 24-re kezdi a telepítés, kiaknázza a PV pointot, akár komfort, akár más megoldással, és később fölbővíti pluszosra, akkumulátoros rendszerre, akkor is továbbra ugyanezt a funkciót tudja használni. Így a mostani MPP-s pályázatban a Gen 24 5-ös inverter akkumulátorra szintén használható a PV Point, mint rendelkezésre fog backup ellátás.